A hazai felsőoktatási rendszer képviseletét ellátó Magyar Rektori Konferencia június 30-án tartotta tisztújító ülését. Az eseményen több fontos változás is született. A testület új elnökévé Borhi Lászlót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorát választotta, míg a társelnök Mocsai Lajos a testnevelési egyetem vezetője lett. A tisztújítás során megtartott választás eredményeként az MRK állami tagozatának elnöki tisztségét továbbra is András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora látja el. Elnökségi taggá pedig Vasnéfi Gul Erikát, a Nyíregyházi Egyetem vezetőjét választották. Ez egy jogi személyiséggel rendelkező köztestület. Feladatai közé tartozik például a képzéseknek a véleményezése, felsőoktatást érintő kérdések véleményezése a minisztériumban, különböző szervezetekben tagokat delegál, szakbizottságokat működtet, és hát folyamatosan tartja a kapcsolatot a nemzetközi felsőoktatási intézményekkel és oktatási minisztériumokkal. Vasnéfi Gul Erika rektori ciklusának harmadik évében kerülhetett be a rektori konferencia elnökségébe. A Nyíregyházi Egyetem rektora kiemelte, az új megbízatás nem kizárólag a felsőoktatási rendszert érintő döntések szempontjából jelentős. Mint vezető, lehetősége nyílik az intézmény érdekképviseletét is ellátni. Az egyetem éppen a napokban jelentette be, hogy a következő tanévben több új szak, így például az anglisztika, a pedagógia és az informatikus könyvtáros is bekerül a képzési kínálatba, de már további hosszú távú tervek is megfogalmazódtak. Ha új szakokat akarunk alapítani, és ugye ott vagyok a bizottságban, az elnökségben, akkor ez egy pozitív lehet, illetve hát a nemzetközi esítés az egy kiemelt feladatunk most az egyetem számára, és mivel a rektori konferencia a nemzetközi szintéren jelen van, így úgy gondolom, hogy ebben is pozitívan jöhetünk ki. Az intézmény egyébként kihívásokkal és feladatokkal teli éven van túl. Ennek egyike, hogy fontos előkészületi és fejlesztési munkálatokat igényelt, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság nemrégiben úgy döntsön, 2023. december 31-ig akkreditálja az intézményt. Emellett újragondolást és a képzések átszervezését igényelte a koronavírus járvány is. Az online oktatásra való átállás ugyanakkor gördülékenyen és hatékonyan sikerült. Az egyetem vezetősége most az egyes szakok ponthatárainak meghirdetését várja, majd hozzálát az új tanévre való felkészüléshez. Mindez persze a fertőzés veszély függvényében még szintén bizonytalan, ugyan a jelenlegi álláspont szerint normál keretek között indulhat el az oktatás, egy esetleges második hullám esetén azonban újra szükség lehet a képzések átalakítására.